Na, sziasztok, rendszeristák, ebben a videóban itt vagyok a 72 óra kompromisszik dékedi vlog lesz, és szép kis felvételek fognak készülni, remélem, hogy jó program lesz, meg minden. Találkozunk a következő jelenetben. Hát na, hát itt vagyunk, hívom, most már tartunk a felső temetővel egyébként. Ott fogunk közösségi munkát végezni egyébként, és tök jó lesz. A Szent László utca ez, láthatjátok itt Kiskunmosan. Úgyhogy mindjárt, hogyha a katolikus oldalhoz érünk, akkor ezt most megforgatom a kamerát, tehát hogy szép kis... Igen, vlogolok. Igen. Itt ugye a katolikus oldal, itt lehet látni, hogy szépen felújították egy szép 21. századi körülményekben. Na itt. Gyere le! Ne halljatok meg, köszönjük! Megint el akarnak itni. Úgyhogy majd visszatérek. Ők is itt vannak. Most nyilván itt narráció van, persze most itt a beszélgetéseket itt levettem. Szintén most itt ezért itt lényegtelen azért. Egyébként ezt ugye... Én a létrákat tartottam, tehát mondjuk, hogy a Simon ott volt az a létrán, én mondjuk azt a létrát mondjuk tartottam. Tehát videón kívül, ez csak ez a 72 órás program, ez egyik szeretét, amit ugye itt levideóztam, tehát azért utólag itt ez itt a program egyébként tök jó volt egyébként, tehát most hát a jelenben látom, hogy a Peti ott festi a Tomassa izé, hogy oda van írva a Gyergyőszetből és Kiskomos, ugye barátságának ugye emlékére, tehát ugye, de egyébként tök jó volt ez a program, én azt mondom, de tök jó. Ez szerintem a videó, ez is nagyot fog hasítani, mint a többi, de mindig kavarodok ezekbe a szokba, tehát úgy, de tök jó volt, hogy tehát most azért voltam már temetőben, de azért 8-szor hosszán keresztül azért temetőben azért tényleg nem voltam, tehát ott van a faragva a létrán, de egyébként tök jó volt egyébként. Nyilván az, amit láthatok, ez egy délelőtti fel, mint ugye ebéd előtt vettem fel, tehát ott már az égből is látszik. De egyébként ezt Szabolcs Gaming kérésére készült el ez ugye ez a videó, tehát ő mondta, hogy nem lesz ott azt, akkor szeretné látni, hogy kb. Mi történt a 72, de ez csak egy kis ízelőtti az én videóm, tehát jó lesz, amit ugye, bocsánat, hogy köhögtem. Hát, amit ugye mi idások is ugye itt leforgattak, tehát az ugye ők kevesebbet forgattak, mint például én. Ott is például, hát ezt, egyébként ezt a felső temetőnek a bejáratát, ezt már 4-5 éve ott van, mint Erbezudi lefestett egyébként. Ott, hát igen, de ott az, pont az ég, tehát pont szép volt az ég is. Ott például a Szigű egyébként, ott ki is derül, kis komolység temető. Majdség vagyok, hát mindannyian. Jó, de azért nem mindegy, a majsaiak vagyunk, például az egyik osztálytársam például nem majsai, de hát ugye mit mindig figyelni kell, hogy vége a narráció, mert ez kicsit ugye ez itt rövidebb. Azért mindjárt itt vége lesz. Vége a narrációnak. De most már itt vagyunk ugye a felső temetőben, itt lehet látni, hogy a hátam mögött azért. Most azt felvettem egy olyan jelenetet, amiben a osztálytársaim dolgoznak, és akkor lesz egy ilyen narrációra. Úgyhogy mindenféle témákra fogunk itt beszélni, ha már itt a természetben vagyunk, itt Gyurcsány Ferenc paródiával kapcsolatban, én azt már nyáron, hülyeséget beszélek, őszi szünetben szeretném megkezdeni ezeket a munkálatokat, hogyha persze minden jól megy, de ezt már keresgettem hozzá a felvételket. Jó sztori, hogy tegnap a házunkba az érkezett ilyen Dobrefkár szacsor, meg így ilyen izé szólalap, ilyen előválasztás, ilyen egyébként. Fogadjunk, hogy az előválasztás Dobrefkár fogja megnyerni, tehát az fix, de Orbán győzelem lesz 2022-ben, ezt mind megígérem nektek. Úgyhogy, jó, hát nem a legvidámabb helyszínen vagyok, tehát stittemető, tehát itt nem a legjobb helyszín, nem a legpozitív kisugárzású helyszín. Úgyhogy, lesznek izé külső operatőrök is most, tehát ez egy nagy vlog lesz, én azt mondom, tehát itt durranni fog ez a videó, szerintem ez lesz a legjobb nézettségű videóm egyébként, úgyhogy következő jelenetben találkozunk.
Most készítettem a videóhoz index képet, hogy ne csak ilyen videóban látható jelentekből legyen az index kép, hanem normális index kép is, ugye itt a szép időnk is van, pont a legjobb, hatékonyabb időnk van. Úgyhogy a többiek dolgoznak, tehát én meg itt örökítem meg itt a pillanatokat, tehát és akkor az lesz, hogy most megfordítom a kamerát, és akkor láthatok a többiekből egy kicsit. Most éppen most megfordulok, éppenséggel megfordulok, akkor most ezt lehet látni. Úgyhogy szép is. Szép kis, hogy hívják, nem tudom, szép kis munkások, igen. Jó van. Úgyhogy még kicsit beszélgetni fogunk, ugye már a padon is mondtam itt a dolgokat, hogy az egyik nagy videó, ugye a paródia, amit már mondtam. Ugye nagy tájékoztatás, ugye ma 8-kor ki fog jönni a gameplay videót, amit ugye tegnap felvettem, ugye ez a videó, amit most forgatok le, az 76 órakor, tehát jó kis hosszú jelenetek, szerintem ki fog jönni egy 17-18 percet. Úgyhogy sokat tudok rögzíteni, úgymond itt a itteni dolgokból, tehát úgyhogy jó, meg minden. Következő jelenetben találkozunk. És itt vagyok egy újabb narrációban, lesznek ilyen narrációs jelenetek, itt igazából látni, hogy itt is fest az egyik osztálytársam, most nem mondanám a nevét, őt már láthatátok, ez az egyik osztálytársam, akit láthatok test közelben az egyik bugaci videóban, ott egy rövid mondatot is mondott egyébként, de majd most a következő részben láthatnátok, fogjátok az arcát is, de most ugye az árnyék miatt ugye, lesznek azért videók, de most például nem tudom, hogy jövő héten lesz a videó, ezt nem lehet, hogy nem lesz, de nem tudom, majd meglátom biztos egyébként. Ezek ilyen kis rövid jelentek, nem kell annyira túl narrálni egyébként, mert gyorsan megvan ezeknek a narrása, ugye még az utolsó elköszönés jelenetet még azért nem vettem fel, de azért minden meg vagyok, a narrációs képességem azért már fejlődenek, mert a kísérdés ide volt az első olyan videó, amit ugye naráltam egyébként, de egyébként tök jó egyébként ez a videó is. Ugye ez meg lesz, fel lesz félbe a hónap, megnézem a végső változatot, és akkor ugye ez fog ugye felkerülni, ez fog, már mondtam, még egyszer mondom, 76 órától lesz elérhető ez a videó egyébként. A narrációnak vége is. Hát ugye itt vagyunk a következő jelenetben, és igazából azt mutattam meg, hogy a többiek hogy dolgoznak. Hát most én itt vagyok, a mögött a sírok vannak, hát azért a temető azért nem olyan pozitív látvány, de azért itt szép az idő. Hát mi sok területben van, például van ez a vendégbeszédes sorozatom második része, ugye az a Pépa Tesszel lesz. Ugye ezt már mondogattam, de lehet, hogy jövő héten, vagy még azután egyébként, de... Na, úgy megnéztem ezeket a jeleneteket, egyébként tényleg jó sikerül. Igazából ezt a videót a Szabolcs Gamingnek készítem, tehát... úgyhogy... Tök jó, meg minden. Hát szó ismételéseket mindig csinálok. Meg aztán jó... A telefon is jó felvételeket csinálok, tehát ez nagyon best telefon szerintem. Tehát... És ugye, már mondtam előző jelenetekben, mikor fog kikét, látjátok, most ugye festékes a kezem, tehát... Tehát pont tényleg festékes, úgyhogy most pont egyébként csöndesség van meg egyébként, tehát lehet, hogy megmutatom a pusztai látványt. Igen, tehát tudjátok itt látni, szép autók itt is, úgyhogy de szóépvisítések mindig vannak. Következő jelenetben találkozunk. Már megvolt az ebéd, most visszaérkeztünk a temetőbe, és nagyon érdekes dolgok történtek egyébként. Simónak a homlokán az odaragasztottak egy pompomlányt. Mindjárt mutatom. Na, mutasd a nézőknek.
Hát ez eléggé durva lehetett, de ezt nem videóztam le, de ez nagyon durva tényleg. Úgyhogy lehet, hogy... Úgyhogy, na mindig szóismétlések vannak, hát még szerintem lehet, hogy körbe fogom járni a temetőt. Úgyhogy következő jelenetben találkozunk. És forogás! Na hát, most már lassan közeledünk a program végéhez, most már 2 óra van a program végére, hogy jó, hát nyilván kevesebbet tudtam így rögzíteni, igazából, hogy beszélgessünk itt különbséget, hát jó van. Most már szerintem kezd az ideje bederülni, na. Úgyhogy, hát nagyon sok videó ötletem van, ugye most az a kívásom, hogy ez a jelenet 4 percen keresztül tartson, hogy hosszabb lesz, hogy hosszabb legyen a videó. Úgyhogy, remélem, hogy ez sokáig. És akkor mindjárt mutatom, hogy ilyen szép kis autók vannak, van Fiat, ilyen BMW, meg egy ilyen Ford, meg egy... Nem, Citroen, igen. Mutatom őket. Lehet, hogy ez egy számuk lesznek érdekövethetők, de jó van. De... Nyugi, nem probléma. Egyébként nagyon szép fű egyébként. A felső temető előtt, tehát... Ma nagyon sok ideje vagyok kint itt a felső temető előtt, úgyhogy azt a mindenit szép az ég. Ezt lehet, hogy elismételgettem, de folytatjuk tovább. Azért akarnék minél több csak kicsit leállítottam, volt egy kis szünet. Ugye én minél több videóanyagot rögzítem, ez a Csonta Szabócsnak készült ez a videó, ezt már lehet, hogy a előző jelenetekben úgy itt elmondogattam. De hogy még olyan szakban, hogy ilyen disztóban, mint disztót pörkölnek egyébként. Atya úristen, biztos. Hát... Azért az ember ritkán érez ilyen disztó pörkölés szagot, tehát... De azért meg tudja érezni. Majd lehet, hogy a következő helyben az osztálytársamat fogom kamerázni, de megvárjuk a 2 percet, mert akkor az sok idő szerintem. Hát biztos. Mert a kamerázást mindig meg kell várni. Biztonságos. Vagy biztonságos, na. Na most itt van az utolsó narrációs rész, ugye ez már a 3. narrációs jelenet. Itt én ezt mondom, ez már ebéd után volt egyébként. Egyébként ez volt, ez kicsit egy ilyen izgalmas nap volt azért. Tehát azért jó volt, hát nem a legpozitív kisugárzású, nem voltunk ezt már. Amikor leültem a padra, akkor ezt el is mondtam egyébként. Ugye ez a videó szerintem ez a legjobb sikerült, és a vágás szempontjában ez a videó leggördülékenyebben ment, én azt mondom. Tehát, ugye még nem vettem fel az út, ezt már mondtam. Egyébként a Szigű temetőszög üzemeltető Kft.-nek a üzemeltetésében van ez a temető, de hát ezt mondtam is, hogy ezt ugye mi mosolyék, ugye ezt a temetőt ugye felső temetőnek nevezzük. Van ez a másik temető, ez az alsó temető. Ugye Marsinak ugye 3 temetője van. Ugye ezek a 2 temető, ki van egy ilyen zsidó temető is egyébként. De ugye hát ott voltam, ott a zsidő temetőben, ott kiskoromban voltam, ott a zsidő temető volt. Ilyen emlékfoszlányai vannak ez itt a zsidó temetőről egyébként. Mindjárt végig a narrációs jelenet, jó, hát nem túl sokáig úgy vettem, tehát ugye itt ebben a jelenetben is ugye van egy kivágás, ugye azt nem most szeretném, hogy kit vágtam ki, tehát most nem akarok itt személyiségi okokat megsérteni. Ott az éget nézzétek, mert az ég nagyon szép egyébként, tök jó egyébként, az biztos. Azt mondom, hogy nem, mindig hülyeségeket állandóan már akadok meg mindig, szerintem ezt a videót szerintem többen lájkoljátok, mert szerintem azért minőség szempontjából is szerintem tök jó sikerült, meg jó, meg minden, tehát ugye már paródiáról is meséltem, ugye vendégbeszéd második része után, hogy az lemegy, akkor ugye meg fogom hirdetni azt, hogy bencelisták tudjátok jelentkezni a műsorba, és akkor ők kiválasztom azokat a vencelistákat, és ők fognak majd benni szerepelni. Jó, hát az még csak egy ilyen távoli dolog, de azért pozitív dolgok fognak ebbe a YouTube-ból szervezni. Tervezek majd egy közösségtálkozót is, de ez is még messze van, azért
Tehát jó, hát az is messze van még, tehát hogyha akkor lesz közösség találkozó, vencelistek, erre felhívom a figyelmeteket, hogyha 100 feliratkozó lesz. Tehát az mindenféleképpen, tehát akkor lesz csak. De jó lesz, meg minden. Úgyhogy mindjárt vége a narrációnak, tehát nem kell izgulni, utána már csak a utolsó életet kell rögzíteni, és gyakorlatilag a videóvágási munkálataival gyakorlatilag készen vagyok, hogy utolsó életet felveszem, és akkor még minden. A narrációnak vége. Hát na vencelisták, ennyi volt ez a videó. Szerintem tényleg izgalmas videó volt. Most már ugye itthon is vagyok egyébként, de egyébként tök jó videó volt szerintem, és ez a videó nagyon hasítani. Na a vencelisták, ennyi volt ez a videó. Ha tetszett, nyomjátok el lájkot, iratkozzatok fel a csatornámmal, legyél te is vencelista nyelvbotlás. Na vencelisták, sziasztok!